Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. Sebességcsökkentő borda telepítéséről és ösztöndíj pályázat kapcsán döntöttek. Vakcina. Egy héttel meghosszabbította a kormány a november 22-én kezdődött oltási akcióhetet. Korlátozások. Új intézkedéseket vezettek be a hivatali ügyfélfogadással kapcsolatban. A nagy sikerre való tekintettel egy héttel meghosszabbította a kormány a november 22-én kezdődött oltási akcióhetet, így az új időpont szerint december 5-ig, vasárnap estig lehet a kórházi oltópontokon előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül oltakozni. Az oltópontok minden nap reggel 7 és este 19 óra között vannak nyitva. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen a városvezetői javaslatot fogadtak el a Hargita utcába tervezett sebességcsökkentő borda telepítéséről. Döntöttek a város területén elhulló állatok tetemének összegyűjtéséről, valamint a gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről. Emellett a 2022. évi Bursa Hungarika ösztöndíj pályázatok elbírálása is napirendre került. Lakossági igény alapján a múlt héten megtartott képviselőtestületi ülésen 11 igen szavazattal úgy döntöttek, hogy a Hargita utcában sebességcsökkentő bordát telepítenek. A lakosok ehhez az előterjesztéshez aláírásokat is gyűjtöttek. Emellett a város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtése, elszállítása kapcsán is volt előterjesztés. Javaslat a város területén keletkezett elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgálatra vonatkozó vállalkozói szerződések megkötésére. A törvény értelmében a közterületen elhullott állatok tetemének szükség szerinti gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az önkormányzat köteles gondoskodni erre szakosodott vállalkozással, illetve a település belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti tartási, őrzési feladatainak ellátására is szerződést kell kössön, amit csak erre szakosodott, vonatkozó engedélyekkel rendelkező vállalkozással végeztethet. Ennek megfelelően pályázatot hirdettünk a feladatok ellátására. A beérkezett pályázatok értékelését az előterjesztés tartalmazza. Az előterjesztést a Település Fejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdése valakinek, hozzászólása? Nincsen. A határozati javaslat a következő. Buda Kalász Város Önkormányzat képviselő testülete 2022. január 1-től a város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó a határozat egyes számú mellékletét képező szerződést a Szalkai Növényvédelmi Kft.-vel a kóbor ebek befogására, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti tartására, őrzésére vonatkozó a határozat második számú mellékletét képező szerződést a Városi Szolgáltató Zrt.-vel köti meg, amelynek fedezetét az önkormányzat a 2022-es, 23-as, 24-es költségvetésében biztosítja. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. Kérem, szavazzatok! Testület 11 igen mellett a határozatot elfogadta. A Buda Kalász Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Bursa Hungarika 2022-es évi ösztöndíjra beérkezett két pályázatot érvényesnek minősítette.
Mindkét pályázónak biztosítanak támogatást. A Sekresti és utcai ingatlanok értékesítésére októberben pályázatot írt ki az önkormányzat, de a sok érdeklődő ellenére az építési telkekre végül nem érkezett az elvárásoknak megfelelő ajánlat. A testület ezért úgy döntött, hogy változatlan induló vételárral, bruttó 63.246.000 forinttal és hosszabb beadási határidő mellett ismét meghirdeti az ingatlant. A Budakalászért közalapítvány alapító okiratának módosítása kapcsán is szavazott a grémium. Javaslat: a Budakalászért közalapítvány alapító okiratának módosítására. Az ismételt módosítást a cégbíróság hiánypótlási felhívása indokolja. A hiánypótlás szerint a közalapítvány alapító okiratában szükséges az online megrendezésre kerülő kuratóriumi ülések esetében rögzíteni, hogy kinél és milyen formában kérhető az ülésre történő csatlakozás lehetősége. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdaságbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdése valakinek, hozzászólása? Nincsen. A határozati javaslat a következő: Budakalász város önkormányzat képviselő testülete, mint alapító, a Budakalászért közalapítvány alapító okiratának módosítását és a mellékelt tartalommal az egységes szerkezetbe foglalt okiratot elfogadja. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a cégbíróságnál a szükséges intézkedést tegye meg a változtatások átvezetése érdekében. Legyetek szívesek szavazni! A képviselőtestület 11 igen mellett a határozatot elfogadta. 17. napirendi pontunkban javaslat: a Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos döntés meghozatalára. Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási társulás tanácsa 2021. november 19-i ülésen megtárgyalta a Vértes alja hulladékgazdálkodási projekt a rendszer elem fejlesztési kérelem módosítása, biológiai stabilizáló létesítésének kérdése, a Dubnik völgyben található regionális hulladékkezelő központ területén előterjesztést. Döntés született arról, hogy milyen formában valósítható meg a biológiai stabilizáló létesítmény. A társulás döntését az előterjesztés kiegészítése tartalmazza, amelyet javaslok elfogadni. Az előterjesztést a kiegészítéssel együtt a Település Fejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincsen. A határozati javaslat a következő: Budakalász város önkormányzatának képviselőtestülete a Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási társulási tanácsának 2021. november 19-i ülésén tárgyalásra került előterjesztés és határozatok elfogadásáról szóló beszámolót elfogadja. Legyetek szívesek szavazni! Képviselőtestület 11 igen mellett a határozatot elfogadta. A képviselőtestület ugyancsak elfogadta a Patakpart általános iskola megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztés tervezői megállapodásának módosítását, mert a közvilágítás kiépítéséhez a tervezőnek áramszolgáltatói hozzájárulást szükséges beszerezni az érintett kiviteli tervekre. A képviselők végül elfogadták az önkormányzat és intézményei 2021-es évi harmadik negyedévi gazdálkodásáról és a helyi adóztatásról, illetve a 2019-es évi és 2020-as évi helyi adóztatási tevékenységről szóló beszámolókat is. A koronavírus járvány gyors terjedésére való tekintettel
új intézkedéseket vezettek be az önkormányzati hivatal ügyfelfogadására vonatkozóan november 29-től. Olvasható a budakalász.hu weboldalon. A városvezetés kéri, amennyiben lehetséges, törekedjenek az elektronikus vagy a telefonon történő ügyintézésre. Abban az esetben, ha erre nincs lehetőségük, a 0626 340 266-os telefonszámon kérhetnek időpontot az ügyintézéshez, mivel a polgármesteri hivatalban a személyes ügyfelfogadás kizárólag előzetes bejelentkezés alapján történik. Amennyiben a várakozás elkerülhetetlen, az ügyfelek a hivatal belső udvarán tudnak várakozni, amiben az irányító szallag segíti a várakozókat. A hivatalba való belépést követően a kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező. Ennek érdekében az ügyfelek számára kihelyezett fertőtlenítő folyadék a bejárattal szemben középen található. A hivatal épületében az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben mind az ügyfelek, mind pedig a dolgozók részére továbbra is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk használata. Meggyulladt a hit gyertyája a város adventi koszorúján szombat este. Ünnepi műsorral kezdődött idén is a közös készülődés karácsonyra a Kárpátok őre szobornál. Az első adventi gyertyagyújtáson dr. Göbül Richárd polgármester mondott beszédet, Kelemen László plébános a hit fontosságáról, az elcsendesedésről beszélt, az ünnepi műsort a Kalász Suli általános iskola diákjai adták. Szalon cukor és kürtös kalács várt mindenkit az idei első gyertyagyújtásra Budakalászon. A Kárpátok őre szobor körüli tér öltözött ünnepi díszbe advent első hétvégéjére. Az egyre rövidebb nappalokban nagy jelentősége van a fénynek, ami a reményt adja a hosszú sötétségben. Különösen most fontos a reményt megtartani, hogy együtt egészségben várjuk a karácsonyt, Jézus születése napját. Minden adventi hétvégére ünnepi műsorral készül a Kóskár Őművelődési Ház a város nevében, hogy egy közösségként készülhessenek a Budakalászon élők az ünnepre. Ugye négy adventi hétvégéről beszélünk, és úgy történt ennek a szervezés, hogy minden hétvégén egy másik oktatási intézmény ad műsort. Ugye az első most a Kalász Suli, aztán következik a több intézmény. Minden egyes hétvégén valaki tart egy ünnepi beszédet. A polgármester úr kezdte, és utána majd alpolgármester, a kedző úr fognak beszélni. Illetve a katolikus, a református és az evangelikus egyház képviselői, akik szintén mondanak egy-két adventi gondolatot, és meggyújtják a éppen adott soros gyertyát az adventi koszorún. Így áll össze maga a program. Az advent az a várakozás időszaka, ugye várjuk a megváltónak a születését, és ezt mindig jó közösségben várni, és itt nem feltétlenül csak egyházi közösségekről beszélünk, tehát ez lehet intézményeknek a közössége, egy város közössége, baráti társaságok közössége. És ugye minden hétvégén másik intézmény van, de ilyenkor el szoktak jönni ugye a másik intézményből is, akár a gyerekek, szülők, vagy az ottani tanárok találkoznak egymással, tehát van ebben egy ilyen úgymond közösségépítő vonal is, hogy együtt a lakosokkal, az érdeklődőkkel együtt töltjük el ezt az adventi négy hetet, és várjuk ugye a Szentestét, és hogyha körülnéztetek itt, akkor láttátok, hogy a szülőkön kívül azért voltak itt érdeklődők, egész pici babától a tényleg itt a idős hölgyekig, urakig, tehát minden korosztály képviseltetve van, tehát az egész picik a szülők, barátok, gyerekek, nagymamák, nagypapák, úgyhogy ez egy nagy család így. Ugye a karácsony az a családról is szól, ugye egyrészt a Szent Családról, meg a saját családunkról, és így a Budakalász nagy családja itt találkozik. Perssel is megidézte a karácsony jelentőségét, fontosságát dr. Göbül Richárd polgármester, aki az első gyertyagyújtáson mondta el az ünneppel kapcsolatos gondolatait. Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 1923-ban. A vers így szól. Ha e beteg bolond világra, Uram, még egyszer megszületnél, bár milliónyi templomod van, kezdhetnél megint Betlehemnél. Szalma jászolnál, rangosabb hely, Uram, te néked ma sem jutna, soha messzibb a te országot, a mi atyánkod bár mindenki tudja. Ha így jönnél Názáretből,
sápadtan, fázva december este az ügyefogyott szenvedőkhöz, Párizsba vagy Budapestre, s leülnél az éhezők közt, s abból, amit valaha mondtál, mesélnél új vigasztalásul, elfognának a tizedik szónál. Mondjál csak új hegyi beszédet, s amit mondtál a gazdagokról, s ha ülnének az elhagyottak, szólnál az írásforgatókról, has megpróbálnád, uram, még egyszer az embert rávenni szeretetre, internálnának, esküszöm rá, ha nem is vernének mindjárt keresztre. Eddig a vers. Nyírő József az 1923-as esztendőről ezt írta. 1923-ban a legnagyobb karácsonyi csoda, hogy ez a nagyságán felüli, céltalan és rendszertelen erőfeszítéseket, áldozatokat hozott magyarság még megvan. Jókai Anna gondolatai adhatnak tanácsot, segítséget adventi készülődésünkhöz, hogy mindez ne így legyen. Ő ezt írta. A bűntudat is lehet édes, ha mazohizmussal se fajul, s ekkor épp oly hamis, mint a bűntudat teljes hiánya. Szét kell választani. A kaskát biztos kézzel jó szélbe tartani, a magot a pejvától, így választani széllyel. Vannak mentő körülményeim minden vétkemre. Aki itt él, az majd látja. Nem csak a beleűzöttet, hanem a beleűzőket is. Az én dolgom most az, ami gonosz volt, kivessem, de ami igaz volt a batyumból, azt ki ne cibáljam. Gondolkodni kell, nem tervezgetni. Gondolkodni sorállás közben, a szemészeten várakozva, a buszon tolongva. Tenni napról napra, de gondolni akár ezer évre előre. A fenti gondolatokkal felvértezve magunkat, és ezeket tettekké formálva, bizalommal tekinthetünk majd fel Szenteste egére, és őszinte szívből mondhatjuk, most már jöhetsz Jézuska. Kívánok lélekgyógyító készülődést advent előttünk álló napjaira, hogy aztán valóban áldott legyen a karácsonyunk ebben a cudarvilágban. Adventus Domini, az Úr eljövetele. Ez az adventi készülődés lényege. Minden vallásnak megvannak az ünnepi előkészülettel kapcsolatos szokásai. A keresztények az adventi koszorún lévő gyertyák meggyújtása mellett részt vesznek az úgynevezett Rorate Szent miséken is, melyeket minden nap kora reggel tartanak a plébániákon. Advent a karácsonyt megelőző hetek, ahol a vasárnapokat számoljuk, az adventi koszorút jelzi a 4 darab gyertya, amit hétről hétre gyújtunk meg, és utána következik már ugye karácsony ünnepe. Jézus születésére várt a világ több ezer évet, ez beteljesedett. Isten az ígéretéhez mindig hű, és valahol ez a reménnyel kezdjük el mindig az adventet. Az adventi koszorú az egy protestáns szimbólum amúgy, Hamburgban készítették, állították fel az elsőt amúgy egy árvaházban, és ott gyűjtották meg sorra a gyertyákat. Nem kell a gyertyáknak egyésével nagy szimbólumokat, jelentéseket találni. Biztos, hogy ugye tél van, sötét van, és abban fény gyúl, ami mindig öröm, és mindig a tárgyaknak a színe fölsejlik. Valahol mi is így gondolunk az adventre, hogy amikor próbálunk jók lenni, szeretni, figyelmesek lenni, akkor valahol újra fényt tudunk gyújtani abba a világba, ahol sokszor érezzük a sötétséget. Szerintem mindenkinek ugyanazt jelenti, készülünk karácsonyra. És hát ugyan a karácsony egy legszebb ünnepünk, örömmel, békével, szeretettel, együttlétekkel, nosztalgiázásokkal, kedves énekekkel, valahol ezek úgy mindig előjönnek bennünk, és kifejezzük azt, hogy jó együtt lenni, és jó közösen készülni. Ez az advent az egy készülődés, egy várakozás, ami már karácsonykor fog beteljesedni. Nem csak a környezetünket kell feldíszíteni az ünnepre, hanem lelkünket is, ami talán nagyobb, nehezebb feladat. Fontos az elcsendesedés, főleg rohanó világunkban, azért, hogy megélhessük az ünnep igazi mivoltát, egymás társaságát, szeretetét. Advent második szombatján ismét várnak mindenkit a közös gyertyagyújtásra a szervezők a Kárpátok őreszoborhoz.
A Telekom Veszprémet fogadta szombaton a Budakalász kézilabda ZRT. A hazai csapat az előkelő 5. helyről vágott neki a Bakonyiak elleni mérkőzésnek, ahol természetesen a vendégcsapat volt az esélyes. A Bajnokok Ligájában csütörtökön 7 gólos sikert arató veszprémiek utaztak Kalászra a KNTH férfi liga 10. fordulójában. Az első félidőben 7 gólos vendégvezetéssel vonultak a csapatok az öltözőbe. A második félidő első felében jó periódus következett a kalászi játékban. 5 gólra meg is közelítettük a sztárcsapatot, de a győzelmük nem forgott veszélyben. A mérkőzés végén aztán kiszakadt a gólzsák, így alakult ki a 26-41-es végeredmény. I want a serious match. I want something what is Egy komoly mérkőzést akartam a fiúktól. Ami az előző összecsapáson hiányzott a játékunkból, azt most javítottuk, amivel elégedett is vagyok. Amivel viszont nem, az a második félidő első 10 perce. Ott nem koncentráltunk eléggé támadásban és védekezésben sem, ezért ezt javítanunk kell. This is what I'm not satisfied and we have to correct immediately. Csoknyai István tisztában volt az erőviszonyokkal, aki szerint alapvetően rendben volt a kalásziak játéka. Amire készültünk, hogy egy végigfutós, hajtós meccset tudjunk játszani, és próbáljunk minél nagyobb tempót diktálni, hát, hogy mondjam, tehát sikerült sokat futni, de hát a Veszprém ebbe azt gondolom, hogy maximálisan fölénk nőtt, hiszen nagyon sok ebből a 41 gólból, talán 20-at vagy direkt indításból, vagy kontrából hajtottak végre. Mi próbáltuk ezt a sebességet tartani. Támadásban azt gondolom, hogy voltak szép dolgaink, és így, ahogy a Momo említette, a második fél idő elején egy 8-10 percet, azt mondom, nagyon jól is hoztunk le, akkor feljöttünk 5 gólra, de összességében azt gondolom, hogy egy pillanatnyi esélyünk nem volt ahhoz, hogy meglepetést okozzunk. Gratulálok a Veszprémnek a Bajnok Ligájába való szerepléshez, és sok sikert mind a bajnokságban, mind a Bajnok Ligájába. Nekünk meg egy nagyon fontos mérkőzésünk lesz jövő héten itt hazai pályán. Mindenkinek tudtam játék lehetőséget adni, vagy inkább így mondom, úgy is terveztük, hogy azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak az elmúlt időszakban, most elég sokat voltak pályán. Összességében azt gondolom, ők is helytálltak. Más minőség, más célokkal vágtunk neki a bajnokság, de én azt gondolom, hogy ez a pályán, ezen a mai mérkőzésen ez kristálytisztán látszott is. Ma nagyon sima meccset játszottak szerintem. Egész héten úgy készültünk, hogy játszunk egy jót, próbáljunk egy picit előrébb lépni készülvén a következő heti Gyöngyös elleni meccsre. Szerintem ez helyek közzel sikerült, aztán folytatnunk kell tovább, úgyhogy sok sikert szeretnék kívánni a Veszprémnek, és gratulálok még egyszer. A Veszprémiek magyar válogatott irányítója, Lékai Máté az első félidőben megszerezte pályafutása 700. gólját az építők mezében. A vendégcsapat legközelebb csütörtökön a Dinamo Bukarest csapatát fogadja. A Budakalász kézilabda ZRT pedig a Gyöngyösiekkel csap össze szombat délután 17 órakor. Végül a várható időjárásról. Kedden reggel, délelőtt a napos idő mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, helyenként egy-egy futó hózápor is kialakulhat. Délután azonban északnyugat felől több felé megnövekszik a felhőzet, a délután második felétől egyre nagyobb területen fordulhat elő havas eső, havazás. A nyugatias szél sok felé erős lesz. Hajnalra 0 és mínusz 9 fok közé hűlhet a levegő, napközben 2-6 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. A képviselőtestületi ülésen többi között sebességcsökkentő borda telepítéséről és ösztöndíj pályázat kapcsán döntöttek. Egy héttel meghosszabbította a kormány a november 22-én kezdődött oltási akcióhetet. Új intézkedéseket vezettek be az önkormányzati hivatal ügyfélfogadására vonatkozóan november 29-től. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!